Vendéged itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke ismertette a jégmentesítő rendszer szükségességét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018 óta működteti az országos jégkár mérséklő rendszert, ami ez idő alatt már több milliárd forint mezőgazdasági kárt előzött meg, és tulajdonképpen nem csak a mezőgazdaságnak, hanem különböző lakossági károkat is, tehát gondolhatunk itt épületkárokra, gépkocsi vagy kiskertekben keletkező károkra is nagy mértékben ezeket is csökkentette. Természetes körülmények között ugye a jégszemek azok nagy magasságban, mínusz 10, mínusz 15 Celsius fok között alakulnak ki. Ilyen túlhűlt vízcseppek kezdenek el egyre nagyobb jégszemmé kialakulni, és ezek okozzák tulajdonképpen a kárt. A jégkármérséklésnek a lényege az tulajdonképpen az, hogy a talajgenerátorokkal nagyon sok ezüst jodid kristályt juttatunk föl a felhőzetbe. Ez az ezüst jodid kristály, ez nagyon hasonlít a jégkristályra, és ez összegyűjti tulajdonképpen a körülötte lévő túlhűlt vízcseppeket. És így nem néhány nagy jégszem, hanem rengeteg kis jégszem keletkezik, ami tulajdonképpen a föld felé el is olvadhat, vagy sokkal kisebb borsó nagyságú, vagy még kisebb jégszemek formájában hullik a földre. Az idei nyár elejé zivatarok, szupercellák jellemezték az időjárást szerte az országban. A június hónapra az volt a jellemző, hogy szinte az egész évben a legviharosabb és leghektikusabb időjárást éltük most meg június hónap folyamán. Hat nagyon-nagyon viharos nap volt, ez a június eleje és a június közepére volt jellemző. Tolna vármegyében 3 ilyen viharos és jégesővel tarkított napot éltünk meg. A generátorok összesen június hónapban 65 órát működtek átlagosan, ugye ez járásonként az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a jelzése alapján vannak bekapcsolva a generátorok. Összesen 3 alkalommal volt jég június hónapban a vármegyében. Júniusban 270 hektárt érintett jégverés, illetve 59 hektárnyi területen okozott gondot a vihar.